szerelmem. Tudnak aludni, kor reggel dudalnak. Ki lehet ma az az idióta? Valaki jött, se nem hozza, hogy jöttek? Kora reggel hozzá, ki jönne? Igen? Megkeresett téged, hogy te lehetnél Vajda? Legyek Vajda, nem lehetnék, legyek Vajda. Hogy te legyél Vajda? Tudod, mekkora megtiszteltetés ez? És nem tudom földolgozni, de én visszafelé azon nézítem Rolival, hogy gyerekek, ilyen nincs a földön. Én úgy elgondolkodtam, míg hazaértem az ötlettel. Szerintem gyerekek nem mindenkit keresnek meg azért. Nem mindenkit tisztelnek meg úgy, mint engem megtisztelnek. Ez nagyon nagy dolog. Tehát tudod, milyen nagy dolog? És fölkér engem. Lehet nemet is mondani? Várja, hát még ez még semmi. Annyit mondott, hogy tiszteljük meg a családunkkal, hangsúlyozom Evelinnel Giragal, a családunkkal tiszteljük meg, menjünk le hozzá a rezidencia aljába. És ott mondjuk meg, hogy igen vagy nem. Nem azt mondta, hogy telefonálják, ez egy úri ember. Nem azt mondta, hogy Gáspár úr, hívjon fel a telefonhoz, mondjon igent vagy nemet. Nem. Gáspár úr, mint cigánya, szemtől szembe mondja meg, hogy mit szeretne. Mondja meg. Te is hitetlenkedel, nem tudod, hogy miről van szó. Hitetlenkedek, figyelj, mi nem így élünk, győző. Győző, amiben belefogott, még az még rosszul nem sült el. Igen. Te most figyelj, Marta, most komolyan Vajda akarsz lenni? Hát gondolkodok rajta. Hát ez... De te most komolyan gondolkodol, vagy csak úgy gondolkodol? Gyerekek, én nem játszok embereknek az érzésével. Lejöttek, megtiszteltek, felkértek. Gyerekek, én nem dobok el magamtól ilyen lehetőséget. Halló, tessé! Igen, Radnai Péter vagyok, a főszerkesztője. Szervusz, Péter! Szerintem már találkoztunk, de Győzivel biztos, de azt gondolom, hogy egyszer már találkoztunk, azért egesztelek. No, hát azért hívlak, mert bár ez, most éppen dolgozom, hanem nagyjából egyértelmű. Szeretnének felkérni egy Playboy-os fotózásra. A gondolat az szerintem megtisztelő, de nekem a bikinis képekből is elég nagy viharos életem lett itthon. Úgyhogy hát, nem... Figyelj, én nem tudom, én Győzivel, még amikor még néha összefogottunk, akkor nekem mindig magyarázta, hogy ilyen jó nő vagy, meg olyan jó nő vagy, mondjuk ez nem egy nagy hír, mert azt mondjuk lehetett látni az újságban, meg mi ezen a képeken tudunk egy kicsit, hogyha kell úgy segíteni, hogyha szükséges, tehát hogyha vannak bármilyen... Ja, egyébként én nem vagyok ilyen modellalkat, nehogy azt hidd. Hát én 62 kiló vagyok és 1,70 magas. Most ez nem biztos, hogy arányosan oszlik el. Jó, de jó, figyelj, tudod mit? Találkozzunk, aztán, hogyha... Hát jó, megbeszéljük. Gondolkodok rajta, jó? Nem tudom, hogy ez nálatok, hogy van egy kihoz, ami kihordja a nadrágot. Hát én, kihordaná. Na jó, hát ha te hordom a nadrágot, akkor ne hozd a Győzi, de ha akarod, hozd el, hétfőn tudunk találkozni esetleg. Hétfőn hánykor? Hát valamikor délután, hogy este fele, ilyen 6-7 körül. Akkor hétfőn 6-kor? Hétfőn 6 óra, Akinkum. Oké. Jó? Oké. Okay. Köszi. Hello. Egész nap így leszel? Nem tudom, majd köszön. Jó. Megmondom a kukorica. Oké. Na akkor én ezt felbontom, és akkor beleöntöd? Igen. Szólj Alpocinak, hogy kóstolja meg. Nem kóstolom. Gondolkodtam az egészen, nekem ez akkora megtiszteltetés. Akkor lehet. Kérdez
érez magad megtisztelve szerintem. Anya, akkor lesz. Pirat, beszélgetek anyával. Most miért mondod azt, hogy érezd magad megtisztelve? Te senkinek nem örülsz. Mi az, hogy semminek nem örülsz? Akkor lesz. Virág, beszélgetek anyaddal. Fejezd már be! Mi az, hogy beszélgetek anyaddal? Akkor lesz. Beszéld meg magaddal, ez a te probléma, foglalkozz azzal. Te a polgármester is voltál egyszer valaha, nem? Ha azt mondod, hogy kapta 36-ot, na itt se lesz több. Akkor lesz. Na, ennyi. Te semminek nem tudsz. Vira, beszélgetek anyaddal. Ide ne jöjjönek emberek azért, hogy majd segítséget kérjenek tőle. Tedd ma bele azt, tedd ma bele. Na, hogy teszi bele, mi ez? Nem! Na, anya, ez az, tehogy ez az. Mamáj. És különben meg? Nem értem, hogy te mi vagy ilyen. Én nem tudom, mit veszek rajtad észre, hogy irigy van. Megtiszteltek engem a cigányok, felkértek Vajdalnak. Akkor most mi ez? Ez egy nagy megtiszteltetés. Na, az. Te tudod, te tisztában vagy azzal, hogy mi az, hogy Vajda? Hát nagyjából tisztában vagyok. Hogyne, te láttam már élőbe cigányt, vagy te tudod, hogy ez mivel jár? Nem, én ne tudtam, hogy mivel jár. Na akkor mivel? Ez nem hülyeség, egy úr leszek te. Te azt gondoltad ezt az egészet? Persze. Ez neked is felelősség. Eljött ma annak az ide, hogy Gáspár Győző úr legyen. Gáspár Győző ma volt showman, volt romantik frontem, mert eljött ma az ide 33 éves, hogy Gáspár Győző úr legyen. Eljött, igen, az idő. Örülj, hogy rád gondoltak ezzel kapcsolatosan, de ez a szerep, ez nem a tiéd. A Schuster maradjon a kaptak, te nem ez vagy. Showman vagy, elhülyés, azok nem hülyé, ez egy komoly tiszt, érted? Nem olyan, mint te vagy, Nem mondtam még se igen, se nemet. Azért szerettem volna veled erről beszélgetni. De téged ez nem érint. Hát ilyen mélyen nem. Vettem észre. Te hallod? De mi most ebben mi van? Az indiánoknak is van egy törzsfőnök. Igaz? A cigányok se butak. Láttak azt az országban, hogy a Gáspár Győző letett valamit az asztalra. Gáspár Győző népszerű, sikeres. A Gáspár Győző nem alkoholizál. Állj le! Én beszélek! De figyelj, neked nem azzal mondom, kell tisztába jönni. De mit? Nem választhatnak de meg egy olyan embert, aki alkoholista, aki cigizik, aki k***bázik. Én egy jó ember vagyok. Most lényegtelen. Lényegtelen. Te saját magad ellen beszélsz. Láttak, a műsorban láttak, hogy van egy fai cigány gyerek. Nem tudsz cigányul, lovárjul beszélsz, ne. Miért te beszélsz, hogy jó van? Hát én nem akarok cigány Majdán élenni. Hau! Hello, Balla be. Hello, telefonon már beszéltünk. Egyedül? Hát most szólóban, igen. Na. És mi volt a hatása a telefonomnak? Hát, megmondom az őszintét, így... még a Győzővel nem nagyon beszéltem meg ezt a dolgot, és lehet, hogy neki is konkrétizálni kéne ezt. És magaddal megbeszélted? Hát nem, már nekem mindig ebből nekem csak... És még a fontosabb magaddal megbeszélni, vagy a Győző? Hát először magammal, de még nem volt rá időm, mert most nagyon-nagyon sok zűr van így körülöttünk, és lehet, hogy így kicsit nekem annyira hízelgő az ötlet, hogy lehet, hogy így nem lenne két gyerekem, akkor ha Győzi feleség lennék, ha Vajda feleség lennék, hanem akkor is azt mondom, oké, igen, ha nem lenne két gyerekem. Nem bírnám elviselni, hogy a gyerekem vinni a vállán azt, hogy így a suliba, így a, mit tudom én, felső osztályos gyerekek így, na, anyud, ez anyud? Az úgy annyira nem. Ez benne van a pakliban. Hát igen. Egy ilyen mindig van az emberben ilyen pro és kontra érv, hogy mi az, ami mellette szól, mi az, ami ellene szól. Most akkor elmondom az én érveimet, aztán jössz be. Szóval kétségtelen, hogy ezt azért sokan megnézik. Most nem kezdem az ilyen PR lumát, hogy piacvezetőnek. Tudom, ez evidens. Te is az vagy. Szóval sokan megnézik, viszont nagyon sokan úgy gondolják a nők, hogy ilyen egyszer van az életben, és aztán utána hát 30-40-50 év múlva, mekkora dolog lesz ezt megnézni, és hogy eldicsekedni. Összegről is lehet nevén nevezni a dolgot. Akkor elmondom, mi a helyzet. Amit mi erre szánnánk, és mi azt gondolom, hogy egy reális összeg az 1,5 millió forint, ezért ez egy egynapos munka, 8-9 óra munka körülbelül, legalábbis általában ennyi ideig szokott ezt tartani, és amire itt szükség lenne, azok gyakorlatilag fél akt képek, tehát felül mindenképpen meg kell mutatni.
Alúgy pedig ugye úgy csavarna téged a fotós, hogy az olvasóknak legyen egy olyan hatása, mint hogy a téged egészében látnának, de mondjuk ebben tudom kompromisszumot kötni. Nem lehetne ezen így elgondolkodni? Egy napot vagy kettőt nem, még? Hát figyelj, nem kell most egymást ennyire becsapnunk, szóval a történet nem... Ez van mondjuk jó lenne, mert mi előre dolgozunk mindig, és ez mondjuk júniusban lehetne a címlap. És hát tudod, ilyen nyomdajászfutás... Címlapos? Aha. Annyi minden van így a fejemben, nem lehetne gondolkodni? Legalább egy napot? De. Hogy... Hát figyelj, gondold, de hát szerintem mégiscsak beszéltek ezt meg otthon. Már lehet, hogy az is, hogyha ezt meglepetésként tálalod neki, akkor már egy eldöntött meglepetésként. Jaj, te. Már sok mindenre gondolok, hogy ezt egyszerűen nem bírom te mondani. Hú. Archívumban, virágokat, apát felkérték Vajda neked. Így szétszedted, meg összepirkáltad. Ide nézzél majd, ezt kit tetted oda a csajja? Mondtam, tedd be az archívumban, ezt kiadtod el neked? Anya, adtad, hogy firkáld ezt, vagy hol van nála? Apa, hol adtad, mit hazudol? Tőled és semmi nem maradhat még ebben a házban. Evelintől minden nem maradhat. Ezt most miért kellett összefikkani? Jó, az nekem egy levél, na! Hagyd már a gyereket! Összerázolta! Na most akkor, ó, most ez nagy dolog! Jó, de nagy dolog! Hátára neked semmi nem nagy dolog! Amúgy is csak a hátára rázolt, rakkeri! Na! Mondom ebben a családban, mondom! Ezt is minden cétszettek innen! Nincs összefirkálva, mit beszél? Összefirkálva! Menjél a mosogassamhoz, fekügyjél malálóznia! Rátok lehetne még bízni a vagyunk! Nap alatt elmenne! Ne haragudjatok ma a gyerekek, én ezt emlékbe akartam tenni, hogy felkértek engem cigányvajda. Tudod, mekkora elismerés ez nekem? Tehíts, ha én ne haragudjam, mi van veled? Elászol, ahova, nem foglalkozol semmivel. Nézd ma, hogy milyen szép lapra van írva, milyen gyönyörű papír. Szép lap! Ah. Úgy kell eldobni, úgy dobod be a kukába, csajé. Hogy dobjam be? Így kell bedobni, de mit csinálsz ma megint? Hagyjad a gyereket! Hagyjam a gyereket! Hagyjad a gyereket, úgy ahogy van! Hát te mit csinálsz ma megint? Miért nem így van, akkor azt fekszel ma lealudni? Te mi... kivel aludjak, senkivel! Mi az, hogy kivel aludjak, van külön gyerekszobad? Nem akarok! És ne támadd meg apádot! De nem kell kiabálják, kislányomra! Ne kiabálják a kislányomra, mi van itt ebben a házban, gyerekek? Fejezd már be velünk a történetedet, itt a sztorinak a vége, kész! Vége. Neked minden baj. Neked is minden baj. El akartam, te tudod, hogy mennyire ragaszkodó vagyok mindenhez. Neki semmi nem szent, meg neked. Hát az biztos. Meg ne nyújtogasd a nyelvedet. Ne nyújtogasd, mondj az apuci, bocsánat. Hagyjad ma azt a lány végén. Hagyjad ma, te is ilyen van. Neki csak akkor vagyok jó, a pénzt adok. Minden pillanatban szállnék a fénybe, menekülök innen a szívem, nem tettem rabságba. A
akarom az utamatját, én menni a nagy világba. Oh, lány, nem foghatsz meg engem, tudom és látom az utamat, hogy merre kell mennem. Ha akarsz, jöhetsz velem, s fog a kezem. Ah, szóval élet vezette. Még ez is leér az alja, jaj, de ideges vagyok. Akkor vagyok jól, ha szívem száll. Most mennem kell. Nem csak én nem felelem meg a kritériumnak, hanem te sem! Azért én pénzt kaptam! Kusolják, köcsök, nem magyarázod meg nekem! Nem magyarázod, persze! Ott vagy, na! Na mi van? Hova megyek? Hova megyek? Oda megyek, ahol le kell veszkőzni, kifizetett címlapot tettek, és akkor majd én is elmutatom neked azt, hogy na hát én ez ebből élek. Segítséget szeretnék, hogy a mai nap tudnak-e találkozni esetleg. Hol nem tudnám győzőként találkozni? Te jössz, gyere. Hogy én menjek. Hogy gyere te ide le hozzám. Gyere le hozzám. Jó, akkor egy olyan 10 perc is ott vagyok. Köszönöm, Hello. Jó, szervusz győzőként. Szervusz. Jön hozzánk a győző. Üdvözöllek, szépen. Bachtalot, te vesz győzőként, te zsutító szuntod én, bestélem Moropra. Neked is, szépen. Mi állat a bűnös győzőként? Honnan kezdjem? Na figyelj, de megkerestek engem, az országos cigány vajda, hogy legyek Nógrád megyének a vajdalja. Te? Én. Most komolyan beszélsz, vagy viccelsz? Komolyan beszélek. Te akarsz cigány vajda lenni? Én. És mire kéne az segítség? Fel kéne engem készíteni, amikor már megválasztanak, meg felszentelnek Vajdának. Milyen szó, hogy felszentelnek? Hát de most nem a templomba kell menni? Te azt sem tudod, mit beszélsz, Győző. Hát miért kéne itt a templom? Ki mondta neked ezt a hülyeséget? Hát de én a templomba szeretném, hogy engem megválasztanak Vajdának. Hello! Hello, Bea! Itt is Bea! Na, figyelj, már szeretnék veled találkozni egy, tudod, ezzel a, hogy mondjam, ezzel a magazinos vetkőzéses tudszal kapcsolatban, hogy adjál már egy kis észt nekem ezzel kapcsolatosan, már nincsen se eszem, se tapasztalatom. Ott a Feneketlen tónál, tudod, ott van egy jó étterem, ott nem ugrunk be holnap? De, ezek fiatalával lesznek holnap. Legalább két tapasztalt nyuszival lesz dolga. Hát a tőleg a nyúl klubba. 2-3 között, oké? Csá-csá, puszi. Csücs be. Szia, nem kapok puszit? De. Jaj. Egyet. Szia, szerelmem.
volt. Édes kedves kis szerelmesem. Holnap reggel 8-ra kell hozni a kislányt óvodába. Tudom, már a fotózás. Igen, ma szóltak nekem. Na, ma volt a fotós néni? Igen. És lefényképe szép lett a képen? Igen. Tudtam. Majd ízélem a kéziféket. Nem, van neki az oszlopnak, Csajé. Hát te majd neki így oszt az oszlopnak. Te nagyon jó sofőr vagy. Te vetközöl is egyszerre, vezetsz is, te vagy naranka. Te egyszerre mindent csinálsz, dinnyét arulsz, sofőrsz vagy, főzöl, mosol. Az is minden helyért tett egyszerre. Hát mind olyan nokedlit egyik se szagatott mindaz. Előhűsek valakit, nagyon figyeljük. Na igyekezd, ma tolassam a halatra. És előre megyek a kalatot. Hát előhűsél ma valaki. Jajajajajaj. Te minden helyért tesz, te minden helyért tesz. Ilyen százoldalú felesége nincs egyiknek sem. Hála, a jó Istennek tett össze. Belénk meg jöjjönek ma, köszönjük. Amit ez hogy került ide, szevasz. Hogy hát ő is jött az óvodába, gyerek. Semmi más bajunk nem volt ebben a rohadt baj életünkben. Szevasz, Gáspár, Győzi vagyok. Figyelj, olyat szeretnék, mondom, hogy mit szeretnék. Hófehér öltönyhöz szeretnék ekrücipőt vagy fehér cipőt, hegyes orrú legyen, egy kicsit ilyen raj legyen, lakcipő legyen. Tudod, ez a Győz is legyen, de ne legyen nagyon ilyen cifra, meg ilyen, tudod, ilyen bocis, meg zebras, hanem egyszerű hófehér vőlegény cipőt szeretnék. Na, 160 ezer körülbelül. 160 ezer forint jártok, Csajé, cipő? Hát egy kézzel varrottad, a te lábadon csinálják meg a kaptafát, és azután készül a cipő. De várja, várja, kaptafa, 4 nap múlva kell a cipő, csajja, a legkésőbb hónap után kell a cipő. Jó, akkor nem kapsz kézzel varrottad. Szia Péter, Bea vagyok. Szia, milyen Bea? A Győző feleség. Hello. Jó, gondolom sok Bea ismerősöd van. Hát azt szeretném neked mondani, inkább lemondani ezt a felkérést megköszönve, hogy köszönöm, hogy rám gondoltatok, de én mégis inkább nem ezt mondani. Jó, meggondoltad? Hát mondjuk igen, mondjuk rá, hogy igen. Ne haragudjon, olyan ügyben keresem, drága, hogy önök egy rendezvényszervezéssel foglalkoznak, ugye? Itt nézem az interneten. És olyan ügyben keresem ön, drága, hogy segítsen nekem olyanba, kedves, hogy itt nézem, hogy van önöknek olyan, hogy teljes szolgáltatásuk van. Szeretnék önöktől rendelni egy limuzint, szeretnék önöktől rendelni hintót, és ehhez mindent, hogy segítsenek nekem, mert 4 nap van hátra, drága, és megmondom önnek őszintén, a fejem égnek alá, mert egyedül nem tudom megoldani, holnap megyek az öltönyöshöz, a cipőhöz. Virág, maradj már csöndben, mert nénivel beszél. De számítógépes, ezt nénivel beszélek. Drága, egy olyan, nem tudom, csináltak-e ma ilyen. Virág, beszélek egy nénivel. De drága, olyan ügyben keresem önt, hogy cigány vagy, de avatást csináltak-e ma önök? Lebonyolítottak-e ma? Ne haragudjon, ez most valami vicc. De ne haragudjon, drága, most ön ezt viccnek gondol, cigány vagy, de... Hogy a telefonodat? Minek az? Vagy hiány feladna itt? Hát mondjam, ne, hogy nem valami. Aha, minek? Miért mondod le? Hagyjad már a telefonodat, hallod? Na, kés van a kezemben, elfész egy kicsit tőle! Ma ne csinál magad maga mondod. Na, miért csinálik magam pópolódot? Te csinálod meg az maga mondod? Adj előtt meg a többi ilyet előtt. Adj ügy, adj ide. Ma a csaj, ne nézzük én meg, hát ennyi magam, hogy ezt nem mondom. Milyen felhívod? Nyugodjam már le, nem kell neked az levet közé, léces főzi, a konyhában őnek a helye. Add ide a telefont! Add ma ide, hát szépen kipadj! Az baj, nem megfojtol, add ide a telefonomat! Hívjad a tiédről! Na, hívjad a tiédről! Na, kicsörög, ne ízékedjünk most, mi van? Hagyjam ma fel a gazsot, lemondom, hogy nem engednek. Na. Na. Hát nem leszel, vajda felhívhatod. Nem leszel vasárnap, vajda felhívhatod.
De jó van, ma ne idegesítsél, ma nincs jó kedvem, amúgy sincs jó napom, ne haragudja, nincs jó napom. Mi nekem annyira jó napom van. Na, Adi, rátjél fel a gadget, hogy nem lehetsz az. Ki mondta, hogy az lehet? Na, ne idegesítsél ma fel, tényleg szépen meg kell adni a telefont, írj fel a gadget, hogy nem vetkőzöl le, mert a cigánytörvény. Nem vetkőzök le, mert ma lemondtam, cigánytörvény. Na, ha tudni akarod. Nem most, ma régebben, na. Most akkor most ugye szívedsz. Hát akkor szólt, akkor na, itt van, na, hívd fel, na, na. Szervusz, Péter Gáspár, Bőzi vagyok, szia. Az még így arra. Szia, szia, szia. Hát kérdezzek már, hogy be a miben maradtatok. Ja, jól van. Jó, Péter, jó, jó, rendben van, jól van. Jó, csak nem találkoztam vele most, és akkor mondom, fölhívlak, hogy mi van. Hát én nem mondtam le, Lore. Nem találkoztam. Jó, mert én külföldön voltam, igen, meg vidéken is voltam felhívnál. Jó van, Peti, kereslek majd, nagyon köszönöm. Jó, ha bármi van, akkor gondolkodjunk, bármikor lehet, de most akkor lemondta be, jó. Jó van, Péter, akkor azt gondoljuk még. Köszönöm, Ciháló. Ijj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 
szívedben. Megkapcsolod ki a telefonomat. Jó, akkor mit csinálj? Ne legyél ma nekem kezelő, telefonkezelő is egybe. Akkor most mit csináltad? Azért, hogy tudja, amit kérdezni. Most miért kellett így felidegesíteni? Miért kellett engem bezárni? Megértem, mert tehát te mindent megértem, és még attól többet is. Nem leszek semmit. Én nem, jó. Te annyira jó asszom vagy. Én még akkor is. Akkor most borodot csinálta a gadzsot, mert te felhittem a gadzsot, hogy akkor most akkor kezdjém, akkor most az asszony és elát kőzi. Hát te bolond vagy. Bolond vagy, te a... Én már nem idegeskedek, gyerekek, mindenki azt csinál, amit akar, én már nyitott házasságban jó van. Ha most eldöntötted ma magadnak, hogy ez így van. Te már mióta ki vagy nyitva? Mióta örülj, hogy te nem vagy nyitva. No, hát neked van igazad. Annak örülj, bolondot csinálta az urádból. Én elmentél, de zárt meg, én mondom, hogy már meghagy. De már te nagyon magad, hogy úgyis visszakapod, úgyis vissza fogod kapni. Tudjuk. Na most akkor mit veszünk fel, édesem? Nem tudom. Szoknyát. Vagy nadrágot. Mit akarsz? Szoknyát. Szoknyát. Biztos? Aha. Akkor jó. Ezt visszahajtogassuk, jó? Gyere, ütközünk. Mit hoztok fel? Az anyai. Jój, rád vissza gyorsan. Ha még hoztam fel, Virág. Jó van, Virág, vidd vissza anyának. Utána ütközünk, oké? Na Bea, figyelj, de fölhívtam Béla bácsit. Gyere ma, milyen képet látom. Várjon nekem előtte. Várjon ma. Deszi, hogy itt gyönyörű vagy, itt állom szép vagyok. Na figyelj! Még ilyen kép. Figyelsz rá, ami ne érdekel, amit szeretnék elmondani. Aha, várjon ma, várjon ma, aha. Látom. Bea, érdekel, amit el akarok mondani, vagy menjek a pusztulatba? Ez a szívecskés láncom ugyan merre van? De most ne a szíves kis lány. Volt nekem ilyen szívecskék. De gyerekek, most akkor egy malomba őrüljünk ma. Miért nem bírtam itt ebbe a szandálba állni? És ha miért vagy ilyen? Végig hallgatsz, vagy beleszarunk az egészben? No, Bea, meg kell rendelni az ételeket, beszélek a lufissal, díszítsék ki a ház elejét, meg kell rendelni a svéd asztalt ide, amikor jönnek a cigányok fogadására. Reggel! Reggel kidíszítjük a házat, minden, a zenekar már itt van. Amikor... Mi jelent, hogy kidíszítjük? Feldíszítjük a házat. Lagzi lesz. De Bea, ez olyan, mint egy lagzi, ma ne haragudj. Megvan ez, onnantól kezdve itt kikérik a cigányvajdat, kikérnek engem, onnantól kezdve egy zene lemegy, és elindulunk a szent helyre. Ennyi az egész, utána még lesz a banzai. A lényeg az, hogy a maga a kikérés legyen gyönyörű és a szertartás. Nekem ez a lényeg az egészben, ez a fontos, nem a buli, még nem az, ami mögöttem van. Az a lényeg, hogy kikérjenek normálisan és rendesen, mint egy menyasszonyt vigyenek el. Rendelni kell még virágokat, kéne lányok szirmokot, akik dobálja, a hintóró meg ilyeneket. Na most ne nyúlj el a fejedet, ha ma valami ló, akkor legyen kövér. Lúd, ez lúd. Ha lúd legyen kövér, ne, a ló az nem. Erre ébredek, hogy itt vagytok! Erre ébredek! Tényleg erre ébredek!
Lassan, vigyázz, várja! Várja? Na, most, nyisd ki az ajtót! Na, hölgyek, akkor gyertek, kiadom a feladatot, de hát meg nyugodjam meg kicsit. Jó, hagyjam a békén! De ne legyél már ideges! Nem vagyok ideges, látod, milyen nyugodt vagyok! Szétszakadok a nyugodt csarkban, csak nyugodt. Na jó, van, látod, gyertek, hagyjuk itt a beasszony, mert ideges. Ne legyél ideges, Bea! Békén hagysz, adja a békén, mert nekem ebből az egész történetben, annyira elegem be, ahogy kész. Mennyi? Bajom van, lehalad. Mi bajod van, Bea? Hagyjam a békén, az a bajom van! De én szeretlek. De én meg nem! Na jó, lányok, menjünk, ez így nem akkor hagyni. Menjünk. Ti veletek is csak a gond van, lányok. Ti húztátok fel be azt, hogy ki idegesítettek fel? Nem, idegesítsi ma, amiket ki húztunk belőle. Mi más bajunk sincs, csak bajda legyél. Semmi más bajunk nem volt ebben a rohadt életünkben.